月が昇る。あの月とともに私も貴様に城と運命を共にするのじゃ。姫、もはやこれまで。俺の愛を裏切るとあのように金色の十字架を追うて牢に固めて晒し者にしてやる。どうだ。確かに自動車で引いたはずの女の人が消えちゃったんだ。そしてこの家の中庭でまたその女の人の姿を見かけたんだよ。気味の悪い話ね。でもちゃんとした原因があるんだから許してあげる。いつか甘いのね。かっこいいよ。あなたはこの花の花に誘われ私に誘われてきたのです。Kjell Van Helsing reporting for Metro Metropolis Channel 7 News. We hope you've been enjoying watching our feature movie tonight. Anna Kayuketsuki, if I'm pronouncing that correctly, which is a Japanese vampire film from 1958, which was made by Japan's Shin Toho Studios. Interestingly enough, there's a theory regarding this film that whenever this movie is shown, strange paranormal phenomena occur either in the movie theater or the TV studio where it's shown. Let's hope that doesn't happen tonight. However, we do have coming up on 11 p.m. on our Channel 7 News, United States President Barack Obama condemns North Korea's latest missile test. And stay tuned right now as we present a weather report for Europe from our Budapest affiliate. Here is weather woman Anyuta Judith. Szép jó estét kívánok! A naptár szerinti nyárból már csak egy hét van hátra, viszont az időjárás még mindig kitesz magáért, hiszen a következő napokban tovább erősödik a nappali felmelegedés, igazi nyári idő várható sok-sok napsütéssel. Ezzel szemben tőlünk keletre több középpontú ciklonrendszer okoz változékony, többfelé csapadékos időjárás. Hozzánk péntek délután érkezik újabb hidegfront, de ez a front is csak átmenetileg okoz csapadékot és hőmérséket vissza. És utána ismét melegszik az idő. Nálunk az éjszakai órákban kezdetben még erősen fátyolfelhős lesz az ég, majd ezek a felhők elvonulnak, és eső nem várható. A hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de délnyugaton, valamint északkeleten kevésen 8 fok alatt lehet. Holnap napközben ország. Sok-sok napsütésben lesz részünk, inkább csak északnyugaton, valamint északon növekedhet meg a felhőzet, de ezekből a felhőkből itt sem valószínű eső. Mint említettem, erősödik a nappali felmelegedés, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap eléri a 24-28 fokot. Péntekig még sok lesz a napsütés, csupán elvétve alakul ki záporzivatar, majd péntek délután megérkezik, ismét napos nyári meleg idő ígérkezik. Köszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok, viszontlátásra!